Hivatalos látogatása érkezett pénteken Magyarországra az iráni iszlám köztársaság Ardebil városának delegációja a Jobbik és Tiszavasvári városának meghívására. Az iráni politikusokból és üzletemberekből álló 23 fős delegáció 5 napot tölt hazánkban, így lehetőségük nyílik arra, hogy Tiszavasváriban gyöngyösön és gyöngyöspatán feltérképezzék az üzleti lehetőségeket, és Tiszavasváriban tárgyaljanak a testvérvárosok között megvalósuló beruházásokról. Az iráni részről a delegációt Ardebél városának polgármestere vezeti, de hazánkba érkezett az iráni ipari és kereskedelmi kamara vezetősége is. Itt tartózkodásuk alatt ünnepélyes teljes keretek között felavatják Tiszavasvári és Ardebil testvérvárosok tábláját is. Tiszavasváriban a, hát a testvérvárosi kapcsolatokat a táblaavatással fogjuk megkoronázni, az lesz a, a ceremoniális része, ez holnap délelőtt Tiszavasváriban fog erre sor kerülni. Felelőtlen egészségpolitikai döntéseivel komolyan veszélyezteti az egészségügyi ellátás biztonságát és az ellátórendszer működését a kormány. Gyenes Géza szerint az egészségügy annyira rossz helyzetben van, hogy ma már csak a hadi orvoslás szabályait és módszereit alkalmazva képes működni, és a rendszert az összeomlás fenyegeti. A várt emberközpontú egészségpolitika helyett a kormány csak egy szemmelweis nevezett anyagot izzadt ki magából, jelentette ki mai tájékoztatóján Gyenes Géza, a Jobbik szakpolitikusa. Véleménye szerint a terv nem több egy olyan propaganda anyagnál, amely a szakterületen járatlan döntéshozók és a közvélemény fondorlatos meggyőzését szolgálja. Úgy látja, hogy az egészségügy mai irányítói korlátlan és biankó felhatalmazással hozhatnak öncélú döntéseket például a mentőkocsik vásárlása esetén. Mint látható összességében ez a három közbeszerzési ajánlat, illetve ajánlattétel, ez 315 darab mentő beszerzését irányozta elő. Körülbelül tudniuk kell, hogy valamennyi több mint ezer gépkocsi, úgymond fut az utakon mentő gépkocsi, tehát az aláírt 35 darab, hát az elég kis hányada gyakorlatilag a szükségletnek, és sajnos az a baj, hogy a mentők, akik most hutkároznak az utcán, nagyobb részük, nem tudok pontos százalékát, hogy 70 vagy 78 százalékuk, igen, elavultnak tekinthető. Figyelembe veszük, hogy ezek már akkor túlkorosak voltak, amikor ugye először, és önök, önök is tudják a mentőgépocsi korhatárát, a használati koratárát tíz évben állapították meg. A 2012. évre szóló költségvetési tervben az országos egészségügyi pénztár 709 millió forinttal megnövelte a mentési kasszát, ez azonban még mindig több, mint egy milliárddal kevesebb, mint amennyire az oms szüksége lenne. A hiányt saját maguknak kellene kigazdálkodniuk, mely teljesen kilátástalan. Ráadásul a dolgozók béremelésére továbbra sem jut pénz át kellett menni a mentőszállításnak a betegirányító rendszerét, és erre a betegirányító rendszerre felveendő 198 ö, kollégának a bérét és járulékait kell kifizetni, tehát ez sem tudja a jelenleg a mentőszolgálatnál dolgozóknak a bérét Ebbe javítani. A jobbik szerint a kormány egy nem létező, de legalábbis a közvélemény számára ismeretlen egészségpolitikai céloknak megfelelően jogi és szakmai megalapozottságot nélkülözve hozza meg döntéseit, ezzel pedig komolyan veszélyezteti az egészségügyi ellátás biztonságát és az ellátó rendszer működő képességét. A palesztin területek Izrael általi megszállásának megszüntetését sürgette Gaudi Nagy Tamás, a jobbik képviselője csütörtökön Strasbourgban, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének őszi ülés szakán. A Mahmoud Abbas palesztin elnök beszédét követő felszólalásában biztosította az elnököt arról, hogy a szabadság szerető magyar nép nem fogja magára hagyni a palesztinokat. Gaudi Nagy Tamás arról érdeklődött a palesztin hatóság elnökénél, hogy meglátása szerint Izrael betartotta-e az 1949-es határozatot, amellyel felvették az ENSZ tagállamok sorába. Akkor ugyanis azt állították, hogy Izrael békeszerető állam hajlandó és kéz betartani az ENSZ alapokmányát. Válaszában Abbász úgy értékelte, hogy Izrael nem tartotta be vállalásait, és ezzel a magyar képviselő is egyetértett. Indoklásában az elnök egyebek között elmondta, hogy Izrael fallal veszik körbe a palesztin területeket. Több százezer izraeli telepes lakik illegálisan a megszállt vidékeken. Etnikai tisztogatást folytatnak, és Tel Aviv tucatnyi ENSZ határozatot és nemzetközi előírás szeget már meg. Abbász közölte, Izrael teljesíthetetlen feltételeket támaszt a békekötéshez. Legutóbb például azt kívánta elérni, hogy ismerjék el Izraelt tisztán zsidó államnak, miközben 7 millió lakosából 1 millió muszlim hitű. Miután képíró Sándor csendőr a halálba segítette, Efraim Curov újabb célkitűzése az, hogy minél több úgynevezett háborús bűnös küldjön a túlvilágra. A magát náci vadásznak valló zsidó becslése szerint körülbelül 4000-re tehető üldözötteinek száma. Mint mondta, ha csak 2 százalékuk is életben van, az is 80 ember. Ha egészségi állapota miatt csak ezen javarész 80 évnél idősebb emberek fele idézhető bíróság elé, még mindig marad 40 fő, ami a náci vadász szerint hihetetlenül sok. Szurov örömmel fogadta, hogy a német igazságszolgáltatási szervek feltétel nélkül asszisztálnak bosszú hadjáratához, melyre legjobb példa John Demnyanyuk esete, akit ez év májusában 91 évesen, mint a megszállt Lengyelországban a nácik által működtetett Szobibori haláltábor őrét ítélték el Öt évre 28.060 rendbeli gyilkosságban való bűnrészesség miatt. Ez volt az első eset, mikor a vád képviselői egy úgynevezett háborús bűnöst közvetlen bizonyítékok nélkül ítéltek el. A Müncheni ügyészeknek elegendő volt csupán annyit igazolni, hogy Demnyanyuk egy olyan tábornak volt az őre, amely állításuk szerint megsemmisítő tábor volt. A bosszú népének náci vadásza a héten újabb két hónapos kampányt hirdetett a még életben lévő állítólagos háborús bűnösök felkutatására. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az N1 híradóját látták. Legközelebb hétfő este jelentkezünk hírösszefoglalóval, addig is adjon az Isten szép hétvégét.